A mai műsor egyik kedvenc témája következik, amely a gyerekekhez kapcsolódik és a zseni képzéshez. A beszélgetés előtt nézzenek meg egy kis filmet, amelyet kolléganőm Mayer Otilia készített. Magunk sem tudjuk pontosan, hogy mikor és kire érvényes az intelligens jelző. Használjuk pedig megfoghatatlan, és néha a legokosabb tudós is összerombolja az illúziónkat egy-egy csúnya mondattal, vagy például egy orrturkálással, mert hogy minden magatartásbeli megnyilvánulást az intelligenciához sorolunk. Nos, meghatározni is nehéz, még a tudósoknak is az volt. Az egyik legtömörebb, hogy probléma megoldó képesség. Aztán az a tulajdonság, amiben Leonardo da Vinci, Einstein, Kepler csoportja a leginkább eltér egy értelmi fogyatékos otthon lakóitól. Vagy a intelligencia az a képességünk, amit akkor használunk, amikor nem tudjuk, hogy mit évük legyünk. Egy Boring nevű kutató, ugye Numen est Omen, egy Boring nevű kutató hazakadott elő végül is egy olyan definícióval, amit most úgy általánosságban elfogadnak, ami úgy szól, hogy intelligencia az, amit az intelligencia tesztek mérnek. De vajon a tanult ember az intelligens, vagy pedig az, aki ezzel született? A műveltség és az intelligencia az két különböző dolog, nem szabad összekeverni, bár nagyon sokan megteszik. Egy féloldalas összefüggés van a kettő között, féloldalas korreláció, ami úgy szól, hogy ha valaki nagyon intelligens, akkor arról feltételezhetünk egy legalább átlagos műveltséget, de inkább átlagon felüli műveltséget, mert hogy magára szedi, ezt igényli a tudást, utána néz dolgoknak, és megszerzi a műveltségét. Viszont ha valaki nagyon művelt, annak az intelligencia hányadosáról nem feltétlenül tudunk bármit is. Lehet, hogy alacsony, mert a műveltséget vasszorgalommal is meg lehet szerezni, tehát egyáltalán nem szükséges hozzá, hogy valaki átlagon fölött legyen intelligens. Ilyeneket különböztet meg, mint a matematikai, verbális, logikai, téri, a zenei intelligencia, interpersonális vagy intrapersonális intelligencia, ugye ez utóbbi kettő igényel magyarázatot. Interpersonális intelligencia az, hogy hogyan tudunk úgy viselkedni másokkal szemben, hogy az utána számunkra esetleg előnyös szituációt eredményezzen. Az intrapersonális meg, hogy a saját magunkon belül hogyan tudjuk megoldani a problémáinkat. Gyermekeknél olyan az intelligencia, mint a testmagasság, serdülőkorig hol megugrik valaki, hol pedig lemarad. Azaz nem egy állandó, stabil érték. Serdülőkor után viszont már az. Felesleges tehát egy szülőnek a gyermeke intelligenciáját mérni és ezzel terhelni, netán elhitetni vele, hogy ő jobb a többinél. Egy biztos, az intelligencia, mint a kés, villa, olló, felnőtt dolog. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Rozsnyai Margit pszichológust. Hát itt hallottunk egy megállapítást, hogy fölösleges az intelligenciát mérni gyerekeknél, de egy ilyen, remélem, hogy nem vetnek meg a nézők, de saját tapasztalatom az, hogy amikor az ember lemegy egy játszótérre, csupa intelligens gyerekkel találkozik, legalábbis a szülők szerint, nem csak, hogy intelligens, hanem zseni gyerekkel találkozik, mert mindenkinek a gyereke valamit hamarabb csinál, mint a sajátja, mindent tudnak, szóval már épp, hogy csak elhagyták a pelenkát, de már olvasnak, és felismerik a betűket. Tényleg ennyi zseni van most Magyarországon? Hamvas Bélát idézném, mert itt az előbbi bejátszásnál volt egy idézet, ami egy eléggé ismert dolog. Hamvas Béla azt mondta, hogy minden gyerek messiásként születik. Ezt úgy is fordíthatnám nagyon, vagy vulgarizálhatnám, hogy minden gyerek, aki nem fogyatékossággal, az valóban intelligens emberként születik meg. Leendő zseniként, vagy nem zseniként, sokkal kevesebb a zseni, azt gondolom, mint amit mi hiszünk. Annak idején elég sok gyereket hoztak, akár óvodás gyereket is hozzám, hogy nézzem meg, mérjem meg, hogy milyen intelligencia kvóciense van, tehát milyen intelligencia számmal lehet őt bemérni, vagy megmérni magasságát, hosszát, szélességét. És akkor hát én azt vettem észre, hogy ugye természetes az, hogy egy gyereknek a figyelme az borzasztóan kevés. Tehát az majd nőni fog az idők folyamán, és akkor vagy fogja azt a bizonyos úgynevezett vasszorgalmát megszerezni, amivel a műveltségét is és a beilleszkedését is segíti, vagy pedig esetleg egy csomó elmélyül dologban kreatívvá is válhat, vagy valami olyan dolgot is kitalál, ami
Hát ami előre viszi az ő életét, tehát valahol nyugodtabbá, megelégedettebbé, vagy éppen kevésbé elégedetté, de okosabbá, jobbá teszi. Én olvastam valahol, nem tudom megmondani, hogy mennyire komoly labban, hogy annyira butaság foglalkozni azzal, hogy kinek a gyereke, hogy állt föl először, hány évesen, mikor indult el, mikor ismerte fel a színeket, mert hogy 6 éves korig ez teljesen szétszóródik. Tehát én a saját gyerekemen tapasztalom, hogy 6,5 hónaposan fölállt. Mindenki azt mondta, hogy hú, ez a gyerek úgy elindul, hogy hip-hop, egy olyan erős, meg klassz, meg zseni. De közben szinte a saját korosztályába ott lent a játszótéren utolsóként indult el, benne volt abban az időben, de hogy ennyire szétszóródnak a dolgok, és hogy egy picit becsapják a szülők is saját magukat, és hogy talán már ebben a korban kifejlesztenek egyfajta elvárást, amely nyomasztja a gyereket. Ez így igaz. Hihetetlenül tudja nyomasztani a gyereket, és kamaszkor fogja majd meghozni az ellenállást igazából. Tehát ott fog romlani a középiskolában, ahol be kéne gyűjtenie azt a bizonyos tudást, amivel aztán később tud bánni, meg ami majd ő segíti. Én is azt gondolom, hogy nem csak 6 éves korig, hanem még később időig bizonyos dolgok fejlődnek, és máshogy fejlődnek. Tehát azt ilyeneket szoktam mondani, hogy olyan, mint a buzatábla, ott is látszólag egyformán magasak a buzaszálak, de ha közelebb megyünk hozzájuk, az egyik kijebb van, a másik lejjebb van, följebb van, lejjebb van. Tehát tulajdonképpen szó nincs arról, hanem csak átlagolunk. Ugyanúgy átlagol különben az intelligencia vizsgáló teszt is egy picit. Tehát gyakorlatilag néz egy úgynevezett övezetet, hogy ott körülbelül hol tart. Elképzelhető, hogy matematikában nagyon jó, logikában nagyon jó, rá is ment különben az iskola, rá állt erre a logikai gondolkodásmódra. Igen ám, és mi van mögötte? A gyerekek íráskészsége pocsék, olvasni nem olvasnak, tehát egy csomó olyan dolgot, vagy csak zanzásított dolgokat, éppen most hallottam, hogy valaki Shakespeare összest nézte meg valamilyen színházba Budaörsön, tehát olyan zanzásított, annyira gyors dolgokat várunk el, és annyira gyorsan reagálnak a gyerekek, hogy felszínes az egész. Tehát nagyon sokat beszélgettünk szülőkkel, gyerekekkel. Azt gondolom, hogy az intelligencia, mint alkalmazkodó faktor, mint egy vonása az embernek, ami nagyon jó, mert helyzet felismerést ad, mert kézügyességet ad, keveset beszélünk a praktikus intelligenciáról, rendkívül fontos. Rendkívül fontos lenne, hogy a gyerekeink írjanak szépen, és egyáltalán meg tudjanak tartani bizonyos határokat. Azért vannak a vonalas füzetek különben, nem azért, hogy kínozzák a gyerekeket, hanem hogy egyszerűen betegyék határok közé azt a vonást, amitől az kerekebb lesz, amitől az szebb lesz, amitől olvashatóbb lesz, még akkor is, ha eleinte az lassú dolog. Tehát nagyon sokat beszélgettem a szülőkkel ezekről a dolgokról, hogy igen, fontos az intelligencia, mint vonás, személyiségvonás faktor, de nagyon fontos az előbb egy kicsit leszólt makacság, vagy vasfegyelem, vagy akarat. Hát akarati tényezőkről nem beszélünk. Már az érzelmi intelligenciához kapcsolódik, és azt gondolom, hogy erről esik igazán kevés szó a gyerekek esetében, legalábbis aki bemegy egy óvodába, olyan természetesnek veszi, hogy verekszenek, hogy úgy oldják meg a problémát, hogy odaütök, hogy kiabálok, tehát hogy erről nem esik szó, csak arról, hogy melyik korban mennyivel előzte meg az ő saját életkorát. Hát, innen folytatjuk, de előtte megnézzünk egy kis filmet, amelyből kiderül, hogy mi is az IQ, hogyan mérjük. Tulajdonképpen el lehet képzelni azt a világot, ahol az intelligenciánk mérve, azaz az IQ-nk a személyigazolványban is benne lenne, hisz, mint mondtuk, az IQ nem változik lényegében serdülőkor után. Nos, ehhez elfogadott szabványtesztrendszer kellene, így az IQ mérés marad inkább hobbi, vagy mégsem. Hol mérik kötelező jelleggel az intelligenciát? A hadseregben. Főleg, amíg sorozás volt, ugye kötelező sorozás, minden 17 év fölötti fiatal férfinál, akit behívtak sorozásra, megmérték az intelligencia hányadosát, így többek között még nekem is annak idején.
Egy lényeges dolog van annál a tesztnél, hogy amit a hadsereg használ, nem tudom pontosan, hogy milyen teszt meg meddig miért, de az a lényeg, hogy az kifejezetten arra van kitalálva, hogy az alacsony intelligencia tartományt mérje. Átlag fölötti intelligencia tartományban már nem is nagyon differenciál. Meg lehet kérdezni, hogy önnek mennyi az IQ-ja? Ez olyan, de nagyon jó hasonlat jutott eszembe, hogyha, mint hogyha megkérdezi ön mondjuk tőlem, hogy hány fok van. És én azt mondom, hogy 32. Ezzel az égvilágon semmit nem mondtam önnek, mert Fahrenheit, Kelvin vagy Celsius. Ugyanez van az intelligenciánál is, hogy különböző szórású skálák vannak, amiken mérik az intelligenciát. Amikor én töltöttem ki személy szerint a tesztet, akkor az oklevél, amit kaptam, arra az volt írva, hogy az én intelligencia hányadosom egy 100-as átlagú 24-es szórású nemzetközileg elfogadott intelligencia teszten 155 fölötti, ami az emberiség 1%-ára jellemző. Rengetegféle IQ-teszt van, vannak olyan IQ-tesztek, amik egy-egy faktort mérnek, vannak az általános intelligenciát mérő tesztek. Az általános intelligenciában általában a legerőteljesebben a logikai intelligenciát értjük bele, esetleg a verbálisat és a matematikai. Különböző magazinokban például rendszeresen megjelennek különböző intelligencia tesztnek nevezett tesztek. Ezek szórakozásnak jók, meg nagyon érdekes kitölteni, meg nyilván valamit mutat is, de attól óvakodni kell szerintem, hogy ezt elfogadjuk hivatalos intelligencia tesztnek. Mert ugye, amint azt az előbb már mondtam, mit mér az intelligencia teszt? Azt méri, hogy a korosztályunkban a sorrendet méri, hogy hol helyezkedünk el a többiekhez képest. Tehát az, hogy egy intelligencia teszt használható legyen, nagyon-nagyon sok embernek ki kell tölteni előzetesen. A Mensa Hungarica Egyesület szervez rendszeresen intelligencia tesztírásokat. Oda érdemes eljönni, az egy bevált teszt. Küldünk mindenkinek oklevelet, és megtudhatja minden érdeklődő az intelligencia hányadását. Amúgy részleteket erről nem akarok mondani, a mensa.hu oldalon ezek teljesen elérhetőek. Ugye a 90-es években volt nagyon jellemző, hogy nem is lehetett olyan újságot találni, amiben nem volt egy vagy kettő intelligencia teszt kitöltésére buzdító cikk. Én nem hiszek az intelligencia tesztben, elmondom miért, mert egy képességet mér, aztán az emberen függ az, hogy most abban a képességgel tud élni, vagy nem tud élni. De mi a véleménye a szakembernek erről? Igen, én is azt gondolom. Rengeteg zseni jelölttel dolgoztam együtt, ugye én a Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben 30 éves korig vizsgáltam embereket, tehát egyetemistákat is, gimnazistákat is, és ennek a tesztes módszere az általában behatárolta mind az intelligenciát, mind pedig a már említett akaratot, a motivációt, a motiváltságot, az érdeklődést, hogy igen, én akarok valamiről tudni még ebben a világban. Tehát én csomó ilyen dolgot mértem, és valóban, ami kiderült, az például az, hogyha nekem az a filmben is látott Raven tesztet nem csinálta meg, és nem ezt, hanem egy nehezített változatát, mondjuk kiválóan, akkor hiába volt fazekas gyakorló gimnáziumban ötös matematikus, mondtam, hogy nem lesz matematikus belőle. Tehát ennyit ki lehetett szedni ebből az egészből. Persze természetesen ezt nem hitték el, mint hogy általában kevésbé hiszik el a szülők mondjuk azt, hogy ők, tehát rajtuk kívül valaki más esetleg negatívabb dolgot mond, pedig nem negatívabb dolgot mondok, hanem csak védem, hogy ne menjen oda, ne menjen arra, ne kerüljön bele egy ilyen kudarcosabb helyzetbe később. Tehát gyakorlatilag azt hiszem, hogy az intelligencia tesztek, amik tulajdonképpen a gyorsaságot is mérik, hiszen ha belegondolunk, az egész világunk olyan, mint egy ilyen sebesen forgó vonatkerék. Minden nagyon gyorsan akarunk megélni, és ez a gyermeknevelésben különösen igaz. Innen folytatjuk, csak egy telefonálunk van, jó, akit nem szeretnénk megvárakoztatni. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, Mária vagyok Budapestről. Az lenne a kérdésem, hogy fejleszthető az intelligencia, és ha igen, akkor mivel? Mi tudunk-e ebben segíteni a gyereknek? A másik kérdésem pedig a
az írással kapcsolatban, amit itt a pszichológus mondott, ugye, hogy oda kellene figyelni, hogy szépen írjanak a gyerekek. Tehát még annak az írása is megcsúnyul, aki és szép volt, mert annyira nagyok a követelmények, hogy erre nincs idő és nincs is energia a gyereknek, hogy ezt gyakorolja. Hát ennyi lenne a... Hadd kérdezzek rám. Mit jelent az, hogy fejleszteni szeretném az intelligenciáját? Tehát abban tehát nekem ez most egy nagy buborék. És ez divat is. És minden divat buborék. Tehát kipukkasztható, csak az a kérdés, hogy mennyire vastag a burka. Én azt gondolom, hogy fejlesztheti az intelligenciát, hogyha olyan helyzetekbe viszi a gyerekét, amitől tapasztalatokat szerez, és amit össze is kapcsol, hiszen nem elég a tapasztalat, amik így elszigetelten ott vannak az emberben, hanem az egésznek legyen egy ilyen összessége. A beszélgetésben, amit hallottunk a riportban, az is eszembe jutott, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy ugye az egy faktor itt, egy faktor ott, ez logikai készséget, az ember egy. Én egy bőrben vagyok, tehát nálam számít az, és segíti az én pszichológiai tevékenységemet, mondjuk az a természetfilm szövegírás, amit rám szabtak, segíti az, hogy zenéhez értek, segíti egy csomó dolog, tehát segíti az életem. Tehát azt gondolom én, hogy ezek nem mereven elválasztható dolgok, mereven akkor választjuk el, hogyha vizsgáljuk őket, és ugye az európai és a fehér ember az analitikus, tehát szétválaszt dolgokat, szétboncol, kérdés, hogy mint vakórásmester össze tudja rakni utána a szerkezetet. Egy telefonálunk van ismét, jó napot kívánok, köszöntöm Önt. Jó napot kívánok, én Szilvia vagyok, és szeretnék a saját picike kis tapasztalatomat hozzáadni ehhez a nagyon értékes műsorhoz. Remélem, nagyon sokan nézik. Mi is reméljük, hallgatjuk Önt. Egyetlen gyermekem van, és meglepően intelligens volt már kicsi korában, ami azt jelentette, hogy szituációkban nagyon szóval intelligensen tudott disztingválni, megválasztani, hogy mibe menjen bele, mibe nem, önmaga döntötte el, és ez mindig meglepően intelligens alapokra volt helyezve. Tehát a személyisége nagyon magas volt már a gyereknek feltűnően. És én azt tapasztaltam, hogyha ilyen intelligenciával együtt jár egy túlérzékenység, mondjuk talán egy hiperérzékenység. Ez megfigyelte a gyermekénél? Tehát ez a kérdés, hogy ez mindig együtt jár-e, vagy jellemző inkább? Mindig együtt jár. Így is mondhatnám, hogy jellemző, mert talán ha jellemző, akkor együtt jár. Együtt jár, és valahogy azt hiszem, hogy ha egy szülő jó pedagógiai módszerekkel nem született, nem adatott meg neki, akkor nem ártana, ha valahol tanulná, hogy az ilyen gyerekre fokozottan oda kell figyelni, mert az intelligencia és a hiperérzékenység valahol, ha nem korrigál, de az intelligenciát nem kell korrigálni. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, viszont hallásra. Nagyon rövid az időnk, ezért remélem, hogy nem haladszik a telefonáló, hogy így félbeszakítottam, de azt gondolom, hogy a lényeget elmondta, hogy tanítani kéne. Én azt gondolom, hogy maga a szülői feladatokat, vagy a szülői, hát nem is tudom, a szülőséget, ha ez a csúnya magyar szóval kifejezhetem, azt kéne tanítani, nem? Tehát nem az, hogy nevelek intelligens gyereket, hanem egyszerűen hogyan legyek jó szülő. És ez egyben, hogyan legyek jó felnőtt. Mert hiszen lehet, hogy ők, azok a szülők szintén zseniként kezdték, vagy leendő zseniként. Tehát valóban van egy lassabb fejlődés, valóban kell egy türelem, és valóban kell egy olyan odafigyelés, amiben én magam is benne vagyok a saját régi tapasztalataimmal. Jaj, ez a legnehezebb. A türelem
és a mindig odafigyelés legyünk. Én szerintem a gyakorló szülők tudják. Van egy újabb telefonálunk, jó napot kívánok! Köszöntöm Önt, jó napot kívánok! Remélem még itt van a vonalban, nem várakoztattuk meg. Haló, haló! Tiszteltem! Köszöntöm! Köszöntöm! Jön a színcsepp? Elnézést, visszamért. Hagyjuk fel egy gyorsan a televíziót, legyen olyan kedves, valószínűleg. Ja, már lekapcsoltam. Ja. Nekem csak az lenne a kérdésem, van egy 15 éves fiam, és nem csinálja a házi feladatot most. Azt mondja, hogy nincs az a vonzata az iskolában, hogy az hogy lehet kijavítani, hogy azt mondja, nincs ez a kihívás, hogy azt lehet valahogy gyógyítani, vagy nincs érdeklődése az iskola iránt, és ez nem tudom, serdülőkora jár, vagy ez általános dolog. Honnan telefonál, hagyd kérdezzem meg gyorsan. Nürnbergből. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez kamaszkori. Ez magyar is, persze. Én azt gondolom, hogy ez kamaszkori tulajdonság. Én nagyon sok kamasszal, vagy későbbi nagy kamasszal foglalkoztam. És igenis szeretik a kihívásokat, azt hiszem én, és ehhez tényleg pedagógus és tanár kell. Nagyon sokszor minimalizáljuk a követelményeket. Nagyon sokszor nem figyel oda személyesen a felnőtt, a gyerekre, és nem adja akár egyénileg is oda azokat a érdekesebb, valóban kihívásos feladatokat. Tehát pontosan tudom, hogy ha vannak unatkozó gyerekek, azokat hogyan lehet becserkészni. És hát egy pedagógusnak, ha nem elég, ha nem nagyon fáradt, ha nem nagyon letört, ha nem nagyon fásult, akkor ez lenne a dolga. Hogy megfogja azt az érdeklődést, és ne hagyja el. És lám, megint érdeklődésről beszéltem, és nem pedig intelligenciáról. Illetve én azt gondolom, hogy valóban érdeklődés nélkül, vagy túlérzékenyen az intelligencia, az úgy elhambad, vagy olyan, van egy kifejezés, hogy árokparti filozófus lesz belőle, kocsma filozófus lesz belőle. Innen folytatjuk, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és sok-sok témát érintünk, tehát ez egy szerteágazó dolog. Köszönöm szépen, Márta.